Pető Péter, a 24.hu felelős szerkesztője a vendégem. Kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Jó reggelt kívánok! Egészen érdekes hír jelent meg nálatok arról, hogy Sezták Miklós, és aki ugye fejlesztési miniszter volt, és most ugye már nem a kormánynak a tagja, miután nem kapott fontos pozíciót, esetleg némi nézeteltérés lehet közte és Orbán Viktor között, akár még a zsarolás szót is volt, aki használta ezzel kapcsolatban. Igen, mi a fenyegetés szót használtuk azért első körben. Ugye azt mondta, hogy azzal fenyegette Orbán Viktort, hogy akkor akár mandátumáról is lemond, hogyha nem folytathatja miniszterként a munkáját. Hát a politikai tudatosságnak ez egy alacsony szintje, azt hiszem, Orbán Viktor Magyarországon, ha valaki így játszik. Lázár János azért okosabb volt, hiszen amikor már érezte, hogy nem biztos, hogy folytathatja, akkor ő már fölépítette azt a képet, mintha ő szeretne távozni a kormányból. A minisztertársai azok inkább ugye Origónak adott interjúban jöttek rá, hogy ők nem szeretnék folytatni a munkáját, és ezek közül is kiemelkedik Sezták Miklós ezek szerint, aki pedig úgy gondolta, hogy Orbán Viktorral szemben is meghatározó erő tud lenni. Honnan származik ilyenkor az információ, hiszen azért jól látható az, hogy például a Hódmezővásárhelyen és a régióban azért eléggé beágyazott Lázár volt miniszter úr, ad egy udvarias interjút, de aki ismeri a vidéket, az pontosan tudja, hogy Sezták Miklós legalább ennyire beágyazott és legalább ennyire ismert szereplője Kisvárda és környéke életének. Hát igen, olyannyira. Hát azért Sezták Miklóst én egy külön szatyorba tenném, ha szabad. Mi a szatyor neve? Ezt akartam mondani, hogy most el is fogok tévedni ebben az erdőben, mert a szatyrok között még nem ismerem ilyen jól ki magam, de lényeg, ami lényeg szól, hogy azért Sezták Miklós nem a megyei erkölcsbajnokságon szerzett mandátumot, hanem egyéni körzetben. Azért az ő tevékenysége korábban sem a politikai tisztességről és a teljesítményről szólt. Ő ugye egy kisvárdai ügyvéd, aki után az Olaf is nyomozott, ugye, és hát az ügye az különös körülmények között halt el a magyarországi ügyészségen. Tudunk olyan győri kaszinó koncesszióról, ami éppen kedves ismerőseinél landolt miniszteri időszak alatt. Tehát azért Sezták Miklós tevékenysége az nagyon messze állt mindig is a nemzeti érdektől. Tehát ebben az értelemben én, hogy mondjam, a magyar nemzet javára írom, hogy ő már nem miniszterként folytatja a munkásságát, még ha Kisvárdán ennek nem is nagyon örülnek. Oké, mi lesz ebből? Mit vizionálsz? Hát jelenleg ugye azt látjuk, hogy Sezták Miklós bizottsági alelnökként folytatja, minél nagyobb bukta kevés van azért ebben a körben, főleg úgy, hogy ő mondom, teljesen másként képzelte a politikai jövőjét. Én azt hiszem, hogy egy ciklusos embere volt Orbán Viktornak, bár láttuk már azt, hogy Orbán Viktor nagyon okosan játszik ezekkel a politikusokkal, tehát sokszor fordult elő, hogy ilyen félretett embereket egyszer csak előkapott, és utána még hűségesebben szolgálták a munkát, úgyhogy, vagy a miniszterelnököt, úgyhogy elő tudom képzelni azért, hogy még egyszer csak előkerül. Szerinted neki van politikai jövője? Azért ne felejtsük el, hogy a kisvárdai körzetben, hát gyakorlatilag, hogy a szavazatokat nézzük, akkor esélytelen más szinte. Hát politikai jövője abban az értelemben mindig Orbán Viktortól függ, hogy esélytelen más Sezták-kal szemben, egészen addig, ami Fidesz színekben indult. Tehát ugye ez a csapdája mindig, hogy ezek a politikusok nem léteznek a Fidesz és Orbán Viktor nélkül. Tehát ebben az értelemben minden politikai napja Orbán Viktortól függ, a saját politikai teljesítményével nyilván nincs jövője, a Fidesz-szel együtt nyilván van. Más kormányzati struktúrában kezd bele a mostani kormányzásba az Orbán kormány. Van annak jelentősége, akár Sezták úr esetében, volt minisztérium esetében, akár másnak az esetében, hogy a különböző feltagozott, akár az EMI-nél, akár nála feladatkörök kihez és hova kerülnek, ezeknek vannak üzenetei? Én nem szeretem ezeket megfejteni, szerintem Orbán Viktor nem üzenget feladatmegosztásokkal, egyszerűen optimalizálja a helyzetet, ami szerintem most a megfelelő struktúra ahhoz, hogy ő tovább kormányozza az országot, úgy osztja el a feladatokat, tehát ebben az értelemben nem gondolom, hogy van üzenet. Egyetlen üzenetet tudok felfedezni, az, hogy a turizmus Rogán Antalhoz került, azt szerintem azt jelenti, hogy minden turizmussal kapcsolatos közbeszerzést érdemes lesz figyelni, és Mészáros Lőrinc és Tiborcz István turisztikai tevékenységre is érdemes lesz nagyobb figyelmet fordítani. Ezt az egy üzenetet vélem felfedezni. Némi gyanúperrel élsz ezeknek a jövőbeli elosztásával kapcsolatban? Igen, azt gondolom, hogy Rogán Antal az a miniszter, aki a legbiztosabban szolgálja a magánérdeket a közérdekkel szemben, és éppen ezért bízták rá az újabb kulcsterületet. Publikus intézet, és akkor lépünk egy következő körre. Publikus intézet nézte a magyar fociba ölt milliárdoknak a sorsát, illetve a megítélését. Ugye azt lehet róla tudni, hogy egyrészt még labdarúgó könyvet is írtál, tehát valószínűleg egy nagy szerelmed a labdarúgás, és miközben nézem a statisztikákat, és tudom, hogy milyen szép stadionok épülnek, amelyek tudom, hogy nem csak labdarúgásra épülnek, hiszen koncerteket és más rendezvényeket lehet benne tartani, addig elég elkeserítő számadatok jelennek meg azzal kapcsolatban, hogy például a magyar bajnokság, a magyar labdarúgás vagy a magyar utánpótlás képzés hogyan áll Európán belül. Igen, ugye most van egy nagyon friss adat, amely szerint a magyar bajnokság 15 éves mélyponton van, sőt olyan régiós mélyponton, amire nem volt például másfél évtizede ugye az európai rangsorban. Egészen pontosan az Európa ranglista 36. helyén állunk. Ez
ugye nagyjából értelmezhetetlen azért, a Liechtensteint meg Vatikánt megelőzzük még ugye ebben a körben, de nagyon azért érdemi futballkultúra nincs mögöttünk. Tegyem hozzá, hogy objektívek legyünk, szerintem Vatikánban nincsen. Nyilván nincs ez, igen, karikíroztam, tehát a svájci gárda valószínűleg nem csap össze a szinglik válogatottjával Vatikánban, úgyhogy ez nyilván némi túlzás ezt volt. Ezt a mondatot nem akarom megérteni, megyünk tovább. De lényeg, ami lényeg, szóval, hogy a ilyen típusú befektetés mellett 522 milliárd volt a TAO-ból 2011 óta, ami belement a sportba. Csak felcsútra nagyjából 18 milliárd ment tavaly. Ha azt nézzük, hogy ezek után ilyen eredmények alakulnak ki, azt nagyjából látjuk, hogy ez körülbelül, mintha ide kilocsoltuk volna a pénzt, tehát lényegileg nem hasznosult a befektetés. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a magyar egyrészt egy labdarúgó szerető nép, és most már volt pillanat, amikor nem csak Puskáséknak vagy Albertéknek a nagyszerű eredményeit ünnepelte meg, hanem jól láttuk, hogy a minimális siker, vagy az, hogy a felemelt létszáma Európa-bajnokságra kilépő magyar válogatott szépen játszott három mérkőzésen, gyakorlatilag megbénította Budapest belvárosát, és egy ország örült neki, tehát hogy szükség az lett, akár mondjuk azt, hogy érzelmileg lenne is rá. Szerintem itt ugye fontos kettő választani, hogy az, hogy egy ország szereti a futballt, abból nem következik, hogy közvetett állami támogatást ilyen mértékben adni kell teljesítmény nélkül. Mert hogy ez a típusú támogatás kódolja, hogy nem lesz futballsiker Magyarországon. Miben kódolja, bocsáss meg? Hát most nézzük meg, ha megnézzük egy európai top csapatnak a költségvetését, nagyjából három pillére nyugszik, kereskedelmi bevételek, tehát mondjuk a bögrék, sálak, stb. Felsoroltjuk ezeket a bevételeket, ez mondjuk az egyharmada, de általában nagyobb szem, tehát 40%-ig, 50%-ig is elmehet. A második pillér a közvetítési jogok, amely nyilván abból van, amit televíziós társaságok kifizetnek, és a harmadik pillér pedig a meccsnapi bevételek, tehát a jegyek, a szponzoroknak a VIP boxai, amelyekből ez származik. Már most Magyarországon ebből kettő pillér hiányzik, hiszen nincsenek meccsnapi bevételek, felcsúton szerintem annyi néző van, mint itt a stúdióban vagyunk, megint túlzok nyilván ebben az értelemben. Kereskedelmi bevételek nincsenek, hiszen a felcsútsokban azért nem látjuk, hogy sorálna és kapkodnák a felcsútsállokat és felcsútmezeket. Most nyilván a felcsúttal mondom, de hát ez a legtöbb támogatást kapó klub, tehát nem tudok mást hozni példaként, sajnos legjobb akaratom ellenére sem. És a harmadik pedig a közvetítési jogdíjak, ami pedig túl van árazva, és az is közvetett állami támogatás, mert hogy Magyarországon nagyon nehezen értelmezhető módon azt is az állami tévé veszi meg méghozzá úgy, hogy nem verseny alapon, hanem hozzátesznek pénzt, tehát magyarul van három láb, amiből kettő hiányzik, egy pedig állami pénz, és ha megnézzük egyébként ennek a TAO programoknak van egy nagyon jó pozitívuma, amikor beadják a sportfejlesztési programjukat a klubok, akkor le kell adniuk azt is, hogy nagyjából milyen bevételekre számítanak az adott évben. Ha megnézzük a költségvetési szerkezetüket, akkor azt látjuk, hogy a TAO és a közvetlen állami támogatás nélkül ezek nem léteznek, tehát minimális bevételek vannak tervezve állami pénz nélkül. Már most, ha van egy olyan költségvetés, amiben nekem semmit nem kell csinálnom, ellenben az állam kifizeti a működtetésemet olyan szinten, hogy világklasszisokat tudok igazolni. Hát a siófoki női kézilabda csapatban 5 világklasszis érkezik például nyáron, úgyhogy nem történik semmi igazából piaci alapon Siófokon, akkor nagyon nehéz teljesítményt elvárni. Ha viszont nincs teljesítmény, akkor pedig logikusan következik az, hogy végül a 36. helyen áll majd a bajnokság, és semmilyen haszna nincs ennek a befektetésnek. Viszont, hogyha semmilyen haszna, azt mondott a TAO támogatásnál, ha nézzük, hogy hány kisgyermek kezdett el különböző sportágakban, látványsportágakról beszélünk, most kézilabdázni, kosárlabdázni, focizni, akkor valamilyen módon nem tudom, hogy például ugye azt mondják, hogy egy látványsportot úgy kell felépíteni, hogy alulról építkezik a bázis, de hát széles alapokon nyugszik, sokan játsszák, hogy a gyerekeknek, a sportoló gyerekeknek a száma megugrott? Nagyon nehéz. Igen, egyrészt igen. Azt látjuk a számok alapján, igen. Ugyanakkor már abból is volt, ugye nem is rég talán az Index közölt egy nagy összeállítást abból, hogy hogyan játszottak a számokkal, és olyan számok jöttek ki, amik nem jöhetnek ki például a futballozó gyerekek számánál. És még egyszer mondom, az egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermekek sportolásának infrastruktúráját megteremtsük. Tehát ne legyenek tagdíjak mondjuk, vagy alacsonyabbak legyenek a tagdíjak, hozzáférhessenek szegény gyerekek a sporthoz. Tehát ezek nagyon jó célok. Azt nem értem, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy végül a profi sportban koncentrálódik ez az összeg, és elsősorban politikai alapon van elosztva. Nem a felcsút kapja a legtöbbet, az rendben, a második mezőköves, ott Állai András van. Ez a kettő klub nem tudom, mivel teljesített többet, mint olyan klubok, amelyek mondjuk gyerekek százait vagy ezreit nevelték föl. Ha pedig nem teljesített, akkor miért ők kapják a legtöbb pénzt? Egyrészt nagyon sokat írtok politikáról, másrészt nagyon sokat foglalkozó labdarúgással, és a kettőt megpróbálom egy mondatban és egy kérdésbe összehozni. Hogyha nézem a publikusnak a felmérését, és látom, hogy tömeges az elutasítása ennek a fajta sporttámogatási rendszernek. Meg leírják milliószor azt, hogy Magyarországnak foci kedvelő, rajongó,
miniszterelnöke van, és ezért megy be például a labdarúgásba, meg a stadionfejlesztésbe ez a rengeteg pénz, meg leírják, hogy egy stadion árából hány kórházat, iskolát lehetne felújítani. De van egy országgyűlési képviselő választás, és akkor itt a mondat másik fele április 8-án, ahol elsöprő tömeggel nyer az a miniszterelnök, aki ezt támogatja, akkor ez a kettő hogy fér össze egy mondatban? A politika azért sokkal bonyolultabb dolog, mint hogy egyes szakpolitikai kérdések döntenének a választások eredményéről. Az, hogy Orbán Viktorban bíznak az emberek, az nem jelenti azt, hogy egyébként mindannyian elfogadhatónak tartják, hogy minden 10 falunak építeni kell egy stadiont manapság. Tehát ebben az értelemben nyilván ez nehezen érthető, de ugyanakkor én értem azt, hogy a politika az sajnos nem ilyen egyszerűen leírható sportág. Javulni fog a magyar labdarúgás a jövőben? Nem tudok erre határozott választ adni. A számokból és a jellegi programokból nem következik az, hogy javuljon. Pető Péter, a 24.hu felelős szerkesztője volt a vendégem. Köszönjük szépen, hogy itt jártál. Köszönöm.